Szomszédok zuglóban sorozatunk mai vendége Hajtó Zsófia, festőművész, fiatal festőművész. Köszöntünk a stúdióba, aki már is kiállítással jelentkezik zuglóban, a Liget galériában láthatjuk most az ablakos, csendéletes és tele szöveggel teli képeket. Nagyon különleges világ jön át ezeken a képeken. Egy olyan művészről beszélünk, aki megjárta Utrechtet, mert ott is tanult, ha jól tudom, ugye? Igen. Budapesten is tanult, de Indiát is bejárta, tehát nagyon sok képi tapasztalattal egybeszőve készült most el, gondolom, ez a kiállítás. Mit jelentenek ezek az ablakok? Az ablakok? Jaj, hát itt ugye az ilyen fő, talán az egyik központi képe, ha ilyet lehet mondani a kiállításnak, az egy ilyen úgymond ablak, amikor igazából 4 papírlap van ablak formátumban komponálva, és mindegyik tele van írással és szöveggel, és itt igazából aztán már így lehet mondani, hogy akkor ez ilyen kinyitja kicsit, mint az ablak a értelmezési tartományt, a szövegek, bár én nem annyira tudok ilyeneket. Igen, mert ugye egyrészt nagyon érdekes a kiállításnak a címe. Ugye ez egy angol mondat, most nekem a súgom kell, hogy you can be a professional autobiographer. Mm. Tehát, hogyha a magyar címet adunk neki, akkor milyen címet adna ennek a... Vagy ilyet ne kérdezzek? Hát persze lefordíthattam volna a mondatot, hogy... Igen, nyilván ennek volt oka, hogy nem fordította le, ugye? Igen, igazából csak az volt az oka, hogy nem fordítottam le, hogy magán a képeken is én nagyon sok idézetet használok, és akkor azokban nem nyúlok bele is. Ja, és angol nyelvű. És ezt konkrétan olvastam, ezt a mondatot egy regénynek, egy könyvnek a bevezetőjébe, és akkor ilyenkor így nem szeretem ezt így. Uh-huh. Tehát, hogyha így... Ez kinek a mondata? Hát az, hogy kinek a mondata, azt nem tudom megmondani, ez a Bart by Bart című könyvnek az előszavában van, hogy most kiírta az előszót. És ez miért fogta meg? Tehát mit üzen ez most a kiállítás megtekintőnek? Igen. Egyrészt nekem Bart nagyon fontos volt a képek keletkezésekor, és az a kérdés, amivel ő foglalkozik tulajdonképpen, hogy az ilyen személyes gondolatokat, hogy lehet úgy kirakni, közszemlére tenni a közönség elé, hogy ez ne egy másik ember ilyen intim szférájába levő turkálás legyen, hanem tényleg valamilyen érvényeset megmutasson. Ez az, és akkor itt jön be ez az ablak dolog is, hogy kirakom valahova? Igen, így lehet. És akkor a gondolatok pedig ugye nagyon sok szöveg van a képeken, ugye? Tehát azt is ráfestette a... Igen, azok minden festve van. És ezek milyen gondolatok avason be minket? Hát ez nagyon változó, nagyon sok idézet is van, nagyon sok ilyen nagyon egyszerű feljegyzés van, amiket én írtam, de olyan szintűek, hogy festéket kell venni, palettát kell hozni, tehát ilyen emlékeztetők. Ez mind kiállítási tartalom? Igen, ami még benne van, ami szerintem talán fontos így a szövegekben, ez az ilyen azon való kesergés, hogy én akkor épp írni akarok, és hogy ebből lehet-e valamiféle regényt, vagy valami szép irodalmi szöveget csinálni a gondolatokból, és akkor végülis az a válasz, hogy nem lehet, hanem így festményt lehet. Mert egyébként önben van ilyen írói hajlam is? Hát volt, de ez is tényleg ilyen festményekbe jött ki, vagy arra, hogy akkor én ezeket a gondolatokat inkább a vászonra írom fel. És egy ilyen fiatal festőnek, mint ön, mi a fő üzenetem? Tehát ha beszélünk, ugye tudom, hogy a Tandori Dezső, a költőnek is a neve is, ugye, ki van írva talán? Többször ki van ugye? Írva Tandori. Tehát, hogy igen. Akkor ő is nyilván meghatározó az ön életében? Hát Tandori a legmeghatározóbb, vagy ő nagyon meghatározó, de ebbe az egész kiállítás tematikájába is azért is, meg mindenben meghatározó, mert nekem így Tandori volt az, aki ilyen nagyon felszabadító őt olvasni, amikor, mert az ember rájön, hogy a könyvnek a témája lehet a könyvírás maga, tehát hogy nem kell, hogy valamilyen nagyon speciális gondolat találjon
neki az ja, és akkor itt jön ez a, hogy festéket kell venni, hogy a festészet is lehet a témája a festészetnek. Igen, abszolút ez a kapcsolási pont. Milyen volt tanulni Utrechtben, és milyen Indiában? Meg ott talán workshopokat is tartott, ugye? Igen, ilyen fiatal kora ellenére már workshopokat tart. Gratulálok! Én Indiában elég rövid ideig voltam, tehát azért ez egy ilyen egy hónapos, nagyon intenzív. Hát az nem rövid idő. Különösen, ha intenzív is. Volt. Igen, de hát nagyon izgalmas volt. Mert ott több iskola részvételével, ugye? Igen, ott, hát ott az adott tartományban az összes állami iskola részt vett ebbe, és folyamatosan iskolákat látogattunk, ráadásul hétközben, és akkor hétvégenként meg a workshopokat tartottuk. Hát az nagyon izgalmas volt meg. Mennyire művésztélek egy indiai gyerek a magyarhoz képest? Vagy nem tudom, magyar workshoppal összehasonlítva? Hát alapvetően más szerintem kicsit a rendszer, tehát Indiában kicsit talán szigorúbb vagy inkább megengedő művészi? Hát szigorúbb olyan szempontból, hogy ott sokkal, tehát ott a tanító az egy ilyen sokkal nagyobb autoritás, és ő nagyon ahhoz szoktak, hogy megmondja, hogy mit kell csinálni, és megmondja, hogy mit kell rajzolni, és nagyon nehéz nekik elmagyarázni, hogyha én most nem adok feladatot, akkor ők így szabadon valamihez hozzányúlhatnak. Mert annyira irányítva vannak egyéb irányítottak. A magyar gyerekekre ez kevésbé jellemző. Tehát, hogyha hát Indiában összehasonlítva biztosan. Ez érdekes. Kevésbé, és nagyon sok kiállításon is azért részt vett már, ugye? Utrechtben is volt, ha már nem tudom, mi hanyatszor térünk vissza, ez meghatározó, de Pécsett is kiállított, ugye? Hát ez volt az első ilyen csoportos kiállítás, amin voltam, igen, Pécs. És milyenek a vízhangok? Hát, ezt én nem annyira tehát, hogy mennyire mondani. Inspiráló, tehát úgy értem, hogy kiállítani? Egy ilyen kiállítás, igen. Hát az mindenképp, főleg nekem a tér az iszonyú fontos, tehát most például a Ligetnél az volt, hogy azért az nagyon fontos volt, hogy tudtam, hogy ez a Liget terébe lesz, és nyilván az úgy segít a képek befejezésébe is, meg akkor az ember jobban látja már maga előtt, hogy... Tehát zöldebb lett a, úgymond a tematika? Hát azt nem tudom. Azt nem tudom, de ez mindenképpen jó térbe gondolkodni szerintem, meg hát inspiráló mindenképp a műterem falain kívül látni a hát igen, például képek. Az egyik éppen tudom, van egy ilyen kiírás, hogy mindenki káros az egészségre. Az egyébként egy tandori. Igen. Tandori idézet. Ezek szerint ezzel nagyon egyetért. Én azt hiszem, hogy ott egyébként nagyon-nagyon kicsi betűvel oda is csillagoztam, hogy valami olyasmi szöveget írtam hozzá, hogy azt azért hangsúlyozni szeretném, hogy ezt tandori mondja, és nem én. Nekem igazából annak a tandori rajznak így a vizualitása az, ami nagyon megfogott, és akkor felnagyítottam, és akkor hozzáfűztem a kommentjeimet, hogy mi az, amivel jobban, vagy kevésbé értek egyet, vagy... És ez a, igen, mert, és ez a komment pozitív, vagy negatív? Tehát már ebben, hogy mindenki káros az egészségre. Hát ez nem nagyon pozitív, igen. Ez szerintem így mindenki más pillanatában ehhez így máshogy viszonyul, de minden esetre érdekes ez a rajz, amit a tandori. Hát igen, és ezek az alkotások is, festmények is érdekesek, mert ugye kép a képben, és akkor a képben még a szöveg, ugye, és a festészet is maga témája a festményeinek. Igen. Ha jól látom, ugye, amikor egy műtermet fest le, vagy egy műterem csendéletet látunk ott. És ez a minden festészet a létezés formája, azt hogy értsük? Minden festészet a létezés formája, ezt én mondtam. Igen. Komolyan. Vagy ez lehet, hogy a megnyitó szövegben volt. Megnyitóban, talán. Igen, ez aha. Elhangzott így.
Én azt hittem, hogy ez az ön nem, gondolata. Azt nem én írtam, de de hát az. Na, akkor ezek szerint ez önre igen vonatkozik. Hát abszolút, szerintem így arról szól, vagy erről szólnak ezek a képek, hogy az ilyen valóságérzékelésnek, meg a benyomásoknak egy ilyen rendszerezése történik valamilyen szinten, amikor az ember fest, vagy igen, gondolom. Hajdú Zsófia, nagyon köszönjük, különösen úgy, hogy tudom, hogy egy művész ugye azért fest, mert nagyon intim életet él, nagyon mély belső lelki világa van, és mi mégis tudtunk beszélgetni ezekről a képekről nyitottan, szabadon. Köszönjük, hogy eljött a stúdióba. Köszönöm.